De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremti őket az Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. A teremtés rendje, hogy kiemelt becsben tartsuk a családot. A zsidó-keresztény hagyományok ezért féltve óvják a férfi és nő szent szeretet kötelékét, melyből a gyermekek születnek. A nyugati civilizáció egészének a család a sarokköve. A család teremtett biztonságot a gyermekek számára. Az apa, az anya és a nagyszülők szeretete nevelte a csöpségeket a társadalom boldog és sikeres felnőtt tagjaivá. A 19. századig, a kommunizmus sötét tanának születéséig senki meg sem kérdőjelezte ezt az alapvető igazságot. Ma Marx posztmodern örökösei ellenséget látnak a családban. Miután a woke szekta megszállta a nyugati társadalmak minden szintjét, a válások száma rekordokat dönt. Emberi jogként állítják be az abortuszt, és agymosásnak vetik alá a gyermekeket. Amerikában, ha a szülők tiltakozni mernek a kritikai fajelmélet, vagy a genderérzékenyítés ellen, akkor a Biden kormányzat és az FBI terroristának bélyegzi őket. A radikális szocialisták régi vágya, hogy lerombolják a családot, éket verjenek a szülők és a gyerek közé, és ma már a legkisebbek testi és szellemi egészségét is fenyegetik. A totalitárius rezsimek a gyermekeket kiszakítják a családból, és szüleik ellen fordítják. Emlékszünk Pavlik Morozov rém meséjére. A woke szekta ma ugyanerre törekszik. Ennek véget kell vetnünk. Ha újra naggyá akarjuk tenni a nyugati civilizációt, meg kell óvnunk a családokat, és védenünk kell a gyermekeket. Magyarország élen jár a családtámogatás terén és a gyermekek védelmében. A konzervatív vezetők első számú feladata, hogy családjaink megmaradjanak, a gyermekeknek legyen esélyük arra, hogy gondtalanul nőjenek fel, anélkül, hogy gonosz ideológiák zsákmányává válnának. A gyermekek nevelése a szülők joga és kötelessége. Nem tűrjük, hogy a gyermekeket elszakítsák családjuktól, mert a gyermekek a jövő, és a jövő a családoké.